Vagyok emiatt, mert majdnem lemaradtuk a kezdésről. Csodálatos nagy fények közepette jönnek be a játékosok, és hát a még fényesebb pályára fognak kilépni, hát hiába ugye ott nagy az elektromosság. Így van, itt vagyunk most már a stadionban, amelynek az a neve, hogy Fritz Walter Stadion, itt pedig Rafael Schäfert láthatjuk, a nagy visszatérőt, akinek annyira jó volt Nürnbergben, hogy egy kicsit elment Stuttgartba, hogy még jobb legyen Nürnbergben. 1500 szurkoló érkezett az idegen csapatot biztatni. Thomas von Hézenőt láthattuk a St. Pauli mérkőzésen, pontosabban Fürthben, és hát eddig ugye itt jött egy írás, 50 mérkőzést játszottak, 25-ször győzött a hazai együttes, 15 döntetlen és 10 zacskó, vagyis 10 vereség a hazaiak mérlege. Legutoljára... Stefan Kuntz, akivel még hazai pályán nem kapott ki a Vörös Ördögök becenévre hallgat, ott van a nagyon Vörös Ördög. Itt pedig Florian Meyer úszik közbe. Dick, illetve Demály barátkozik, és itt van Anel Zaka, aki ugye lelépett a jó koblenci együttestől, hogy itt produkálja magát. Ott tartottam, miközben belép önmagamba folytottam a szót, hogy hát ugye nagyon zsírjól játszottak a srácok, a Kaiserslauterni srácok Mainzban, ehhez mellesnek kellett még a mainziak szerencsétlenkedése. Itt van Szippelmester, aki egy különös kitüntetést kapott a tavalyi évre, ő lett a klub legjobb játékosa. Van egy olyan információ is, hogy egy újság megválasztotta a Pfalzer Blatt, amely tulajdonképpen ilyen promóciós partnere a klubnak, megválasztotta őt a 2007-es év legjobb futballistájának, és a DSF-től is kapott, vagy kapott, ó, kis hölgyek, hát ezért ilyen jó a német labdarúgás, mert ugye szegények bebuktak az olimpián, de előtte világbajnokok lettek. Nos, hát ugye Szippel, Tobias Szippel a második liga legjobb játékosa volt, és ezért a DSF-től vagy kapott egy kitüntetést, vagy most kap majd. Ráadásul ez a Rheinpfalz nevezeti újság is az év a legjobb futballspielerének választotta meg őt. Hát ehhez képest a Mainz ellen csak bukózott. 29.000 jegy kelt el elővételben, 29.000 jegy kelt el egy kiesésből visszatántorgó klubnál, én szerintem ez egy kicsit több. Már most én itt a tömött sorokat figyelem. Ó, Sasics és Thomas von Hézen barátkozik. A mérkőzés esélyesének mondja Milan Sasics is Thomas von Hézen bandáját, és azzal indokolja ebbéli kijelentését, hogy hát sokkal jobban összeérett már a társaság ezen a mérkőzés. Na, Bellinghausen, Schäfer, hallgassuk, egy nagyon komoly. Maradnak Bellinghausenék, és akkor Schäferék kezdenek. Florian Meyer, Carsten Kadak, ő a nekünk jobb oldalon álló koma, Florian Meyer hivatalvezető, a másik kisegítő pedig Kuno Fischer. Carsten Kadakról azt kell tudni, hogy ő állandó FIFA játékvezető asszisztens, és nagyon-nagyon jó szemű koma. Néhány ismerős arcot még itt hát újra kell turbózni itt a Bundesliga 2-ben, a Nürnbergnél. A Bundesliga csapatokból 18 edző úgy gondolta, mert nincs is több, 18 úgy gondolta, hogy a Nürnberg toronymagas följutó, az ő felszerelésük a sötétebb. Kezdeném a hazaiak összeállításával, Tobias Szippel véd, 2-es Wattara, 5-ös Amedik, 10-es Zaka, 11-es Zimmer, 16-os Bellinghausen, 20-as Pajic, 21-es Demály, 23-as Dick, 26-os Jendrisek, 38-as Sasa Kotis, ahogy Bánki Dodó mondaná, a verőember a Kaiserslauternél. A Nürnbergben Rafael Schäfer véd 1-essel, González 4-es, Aigler 8, Masmanidis 10, Boakye 19, Kluge 24, Pignola 25, Abar Donado, francia 27-es, Vitek 33-as, Nari 36-as, ne lepődjenek meg, ő tunéziai, itt van Jendrisek, és Mario Brzeska szlovák, ő meg 37-es. No kérem szépen, Bellinghausen jön előre, válogatott mérkőzést játszottak a héten, ugye előkészületi mérkőzést. No hát nézzük, Bellinghausen hogyan iparkodik előre. Schäfer kicsit lassan mozdul. Puff! Ott azért egy biztonság, itt ha jól láttam, bevert ott Pignola, talán ott behúzott egyet az egyik hazai játékosnak. Nem is Pignola volt az, hanem Abar Donado. Zimmernek vert be egyet.
Jendrisekkel volt egy komolyabb összetűzése még a tavalyi szezonban, mert megbüntették őt lélektelen játék miatt. Milan Sasic azt mondta, hogy vagy kifizeti a sittet, vagy mehet a fakóba. Jendrisek mondta, megyek a fakóba, főnök. Hát ilyen takarékosabb fajta. Sasic erre megorrolt a szlovák emberre, aztán a múltkori fordulóban lőtt két gól, az azért valamiféle hát gyógyírt jelentett a barátságra. Egyébként az extra hírek Bernal Péteren keresztül érkeztek természetesen, és mindig, ahogyan már megszokadtak, Schäfer! Ó, nagyon kellett húzóckodni a kifelé a jó kapusnak, aki rögtön ugye a csapatkapitányi karszalagot is megszerezte. Tehát az ő helyére érkezett Lehmann, Jens Lehmann, ugye a Arzenától, hát most meg is merítkezett, kérem szépen, rögtön a Bundesliga első osztályba, a hazai pályán verték őket. És akkor üdvözlöm sok tisztelettel és nagy szeretettel az interaktív kollégákat. Hát az az Augsburg Allen mérkőzés, nem tudom, itt van FC Ajkafan is, Valbali is, jó kis ütés volt, mi van gyerek is, meg a Rev, ó, Bode 1966, új ember. Leszünk itt egy páran, és aztán Moakiének úgy néz ki, hogy egy kicsit megmacskásodott a lába. Húha! Wattara volt az, aki odahatott egy picit Isaac Moakiének, a gánainak. Moinnak, szegénynek nagyon meleg, kiestünk, ajjajjaj. Ja igen, Florian Bruce vezeti Torgelle Sándorral egyetemben a góllövő listát. Egy próbálkozás volt a vendégek részéről. Azt mondja Lüke Tőni, hogy 2-1-re nyer a Nürnberg. Mágus 74. Hát igen, frissen. Szotyi González. Hú, esküvőm volt. Akkor szerintem ez olyan érzés lehet, mikor az embernek két feje van, egy kisebb, meg egy nagyobb, és a nagyobb van belül. De most nézzük magát a mérkőzést. A fekete sereg, vagyis a nürnbergiek jönnek előre. Pinola az, aki betette. Boakye Wattarával fog majd ott bíbelődni. Ó, szép munka volt. Azt ügyesen csinálta Pály is talán, Címerről messzire ment a labda, González a portugál, itt van egy Marcel Címer, akiről azt kell tudni, hogy a Bundesligában a leggyorsabban verítékeződik át a trikója. Tehát nagyon sok víz lefolyik a hónalján, rögtön a mérkőzés kezdetén ennek a fickó. 35 ezer néző a Fritz Walter stadionban, úgyhogy ma már nem nyitották ki a pénztárat, 29 ezer jegy elment elővételbe, 35 ezeren néznek meg egy ilyen derbit, de komoly. Lehet megint az irigységnek a nyálcseppeit összetörölni a szájról. Schäfer hozta fel a labdát, biztosította neki a helyet Abardonado. Lehetne Abó is a neve, és akkor nem botlanak ki örökösen, nem törnek ki. Pinola küldi föl, Vitek lehúzta a fejét. Lehet visszafelé menni, ha jól gondolom, hogy Masmanidis. Hát nem annyira jól gondolom.